Eliska Bázerová, Bánsági Ildikó, Tatjana Vilhelmová, Gáspár Kata, Martin Misicska, Dévai Balázs. Hányszor próbálkozol még, te rinyó? Ha randizni akarsz vele, arról lecsúsztál. Bocs, anyu, én vagyok az. Csak apu hangját akartam hallani. Ne haragudj. Akkor hagylak titeket. Jó éjszakát. Szia, anyu. És Eva Král telefonja. Vagy nem vagyunk itthon, vagy érdekesebb dologgal foglalkozunk. Ha akar, hagyjon nekünk üzenetet. A papa Volgája. Engedtem neked fürdővizet. Pont jó. Kérsz bele habot? Jöhet. Jó. Így. Én addig kivasalok pár dolgot. Pár napra anyuhoz költözöm. A doktornő azt mondta, hogy minél többet pihenj. Tudom. Anyád mennyi idő alatt képes felhúzni? Teljesen egyedül van. Most, mintha két anyám lenne. Mint anyu? Semmi. Én csak itt össze akartam pakolni egy kicsit, hogy ne maradjon itt el a sok minden. De hová vigyem? Ráérünk arra még. Gyere, anyu, feküdj le. Anyu!
Tudod, mi ebben a legrosszabb? Hogy engem most már senki nem fog szeretni. De én szeretlek. Nem úgy, hanem úgy értem. Mint nőt. A testemet. Senki nem fog megsimogatni. Hülye vagyok mi? Nem vagy az. Gyere, feküdj. Alszol egyet, és holnap más színben látod a világot. Nem, hogy is. Nem tudok befeküdni az ágyomba. Képtelennék rá. Megágyazok a kanapén. Tereszka. Tudod, mit szeretnék a legjobban? Hogy gyógyulj meg hamar. Még csak most készülsz reggelizni? 3/4 óra múlva ott kell lennünk. Te, Tereza, végig gondoltam a dolgot. Nem akarok sírt. Tessék, el van intézve, ki van fizetve? Tudom, de ki nem állhatom a temetőket. Nem fogok kijárni a sír körül sepregetni, sóhajtozni az özvegyekkel, hogy hát a magáé is elment, asszonyom, bizony, el, asszonyom, ő is. Mit diskuráljak azokkal a banyákkal? Ugyan, nem muszáj diskurálnod velük. De kell egy hely, ahol emlékezhetünk a papára. Én a magam részéről itt is tudok emlékezni. Vagy a színházban. Vagy akár a villamoson. Azért az nem ugyanaz. Azt akarod mondani, hogy ha én halok meg előbb, beleszorsz egy pixisbe és felteszel a szekrényre? Tereza, légy szíves, ne bosszancs! Az orvosok világosan megmondták, hogy meg fogsz gyógyulni. Hát meg fogsz gyógyulni. Úgyhogy ezzel nem kell foglalkoznom. És ennyi? Apunak pedig lesírja. Te pedig évente párszor viszel neki virágot. Hm? És ennyi. Thank you.
Anyu! Tessék! Észre sem vetted, milyen iszonyúan porosak a papa kaktuszai? Nem akarod összehajtogatni? Ugyan minek? Megy a zsákba. Ott majd kiválogatják, ne aggódj. Ezt mind kidobod. Van még köztük használható. Mihez kezdenél velük? Hordani akarod, vagy mi? Petre se jók, ő soványok. Erre az akóra nem is emlékszem. Jé, ezt akkor hordta, amikor még kicsi voltál, azóta kihíztam. Nem is emlékezhetsz rá. Figyelj, itt van valami. Hol? A belső zsebben. Mutasd. Na hát, megőrizte egy rajzodat. Ez nem az én rajzom. Ki másé lenne? Papának Tomástól. Ezek az utolsók? Igen. Jó, rendben. Köszönöm. Na, megyünk? Aha. Lehet, hogy apunak van egy házasságon kívül született fia? Ahogy anyáddal éltek, nem tartom kizártnak. De más magyarázat is lehetséges. Például mi? Lehet, hogy nem is ő van ezen a rajzon. De eléggé hasonlít rá. Akkoriban mindenkinek ilyen bajusza volt, apámnak is. Én nem foglalkoznék vele. Az ilyen családi titkok súlyos sérülést okozhatnak. A bíróságon nap mint nap látom. Pihenj csak, majd én beteszem. Meg aztán komolyabb gondjaink is vannak, nem gondolod? Nem gondolom. Szopránunk. Nagyon jó. De felöltöztetni? Másfél méteres mellbőséggel? Ha a fűző nem tartja meg, te lesz nagy móka kacagás a premiéren. Mi van a teszttel? Pár nap múlva lesz eredmény. Biztosan rendben lesz. Minden a dolgozó szobából. Ja, kidobáltam. Miért? Mert nem kell.
Csupa fölösleges régi papír. Lehetett volna köztük valami támpont, valami nyom. Nyom? Mihez? Ahhoz a fiúhoz. Ha a papának tényleg van egy fia, elvezethetne minket hozzá. Könyörgök, Tereza, mit vettél a fejedbe? Apádnak rajtunk kívül nem volt senki. És mi van, ha mégis? Figyelj! Tudod, hogy apáddal időnként mindketten félreléptünk, ezt nem is tagadom. Épp ez az. De mindent elmondtunk egymásnak. Ezért, hogyha apádnak lenne egy gyereke, az elsőként tudtam volna meg. Hidd el. Csak te voltál neki. Másra ideje sem nagyon lett volna. Gondolj bele, ki tanult veled mindig? Ki maradt itthon, amikor kanyaród volt? Ki vitt a hegyekbe, amikor a színházban kellett lennem? Nem kellett, csak inkább voltál ott, mint velünk. Bocsánat. Ne haragudj, anyu. Csak annyira hiányzik a papa. Nekem is. Csak nem hazudott nekünk éveken át, ugye? Nem, persze, hogy nem. De ha mégis van neki egy fia, talán hasonlít apura. Talán ugyanúgy nevet, vagy ugyanúgy biceg, mint ő. Valószínűleg velem lehet egy idős. Egy testvér, akire úgy vágyta. Nem, ez így nem megy. Mást kell kitalálnom. Madam? Mi ez? A jelmezek gyönyörűek voltak, gratulálok, kovandáik. Jaj, nem ez. Ez itt. Mik ezek a címek? Ha apádnak lenne még egy gyereke, bár szerintem ez marhaság, akkor ezek közül valamelyik nőtől. Ismered őket? Hát persze. De 100 éve nem találkoztunk. Tudod mit? Beülünk a papa autójába, és végig látogatjuk őket. Mit szólsz hozzá? Bár csak el akarsz menni apu szeretőihez? Miért ne? És ezt csak miattam tennéd? Nem. Látni akarom, milyen szörnyen megvénültek. Meg jó lenne lelépni innen egy időre. Kiszellőztetjük a fejünket. Na? Ezzel akartok elmenni? Miért ne? Az első kanyarban szétesik. Nem esik szét, apu nagyon vigyázott rá. Így van. Egyetlen nőre sem voltam olyan féltékeny, mint a Berdájára. Tereszka, tudom, milyen nehéz időszak van mögötted, de épp ezért kímélned kéne magad. Pihenned kéne, nem hülyéskedned. Telefonáltál a leletekért? Még nem. Jól van. Ha ragaszkodsz hozzá, legalább menjetek az én kocsimmal. Nem akarok. Ne kockáztassatok egy ilyen ragacssal. Igazad van. Pihennem kell. Mindkettőnnek pihennünk kell. Pihenjük ki egymást. Ezt hogy érted? Ha visszajöttem, megbeszéljük, jó? Szia! Szia! Minden rendben? Igen.
Csak óvatosságra intett meg, hogy vigyázzak magamra. Kb. Ez egyszer. Hát persze, aggódik érted. Tudom, de 35 éves vagyok. Az elmúlt fél évet a kanapén fekve töltöttem, tévét néztem, 50 évre előre kipihentem magam. Amíg megállunk. De én most vagyok éhes. Tudod, hogy soha nem ehettünk a kocsiban. Ebben apu kérlelhetetlen volt. A papa volgája. Nem autó, javító nevelő. De már úgy sem tud tiltakozni. Anyu. Jól van, na. Megnézed a térképet? Nézem, persze, hogy nézem. Merre megyünk? Az első elágazásnál. Balra. Ne kapcsoljon be inkább a GPS? Hogyis ne. Hogy még valaki kommandírozzon. Hogy balra, mi? Örülj neki, hogy elszúrtam. Ennél szebb helyen nem is piknikezhetnék. De mostantól én navigálok. Így neki indulni. Csak mi ketten. Mikor voltunk utoljára valahol ketten együtt? Soha. Apád hogy imádta az ilyesmit? Ez neki való volt. Elnyújt kordnadrág, kitaposott bakancs, rántott hús. 200 méter múlva érkezés a célhoz. Asszonyom, ez biztos? Mi nem stimmel? Te adtad meg ezt a címet. Arra számítottam, hogy Kamilla egy lepukkant garzonban, ételmaradékkal a hajában, szártyút olvas. Nem egy ilyen helyen. Érkezés a célhoz. Állj meg a sarkon túl! Miért? Kinyúlt pulóverben járt. Állandóan az egzisztencializmusról hablatyolt. De a lábáért megőrültek a pasik. Apu is. Szerintem miért vagyunk itt? Várj, kicsit rendbe szedem magam. Nehogy már valami szerencsétlennek nézzen. De hát Tomás miatt vagyunk itt, nem? Hát persze. 5 percet kérek. Na hát, micsoda meglepetés. Nekünk is. Anyu el sem akarta hinni, hogy egy ilyen házban lakik. Miért? Mindig olyan alternatív voltál. Na igen, de azt kinövi az ember. Ajtó! Tessék, vegyetek. A konyhát már láttátok? Az ebédlő. Takarítás. A nappali.
Hess innen! Ott a dolgozó szobája. És bent vannak a vendégszobák. Igazán nagyon szép. Hogy úgy mondjam, tip-top. Tudom. Ő ott a fia? Ők olyan. Segít nekem a kertben. Na és Otónak meg neked vannak gyerekeitek? Ugyan néz körül, nincs időnk ilyesmire. Hát, szóval már szegény Ludwig is. Rettenetes. Tulajdonképpen mi történt? Nem kaptatok gyászjelentést? Lehet. Nem is tudom. Mostanában annyit kapunk, hogy nem ismerem felbontani őket. Hirtelen történt. A szíve. Ah, persze a helytelen életmód. Ugye, Evi? A konyhában? Nem. A hálószobámban. Oh, infarktus. De az utolsó percig élvezte. Veled? Mm-hmm. Akkor értem. Így még nagyobb lehet a veszteség itt maradni. Egyedül. Vén fejjel. És Otto hol van? Tibetben. Mm. Kolostorban? Mm. Egy negyed évre. Állítólag nagyon szép út. Mm-hmm. És jó messze van. Megtalálhatja a belső békéjét. Mm. Na és te meg, Petr? Mikor kezdhettek gyereket tervezni? Én akár most rögtön. Ha Petr emlékszik, hogyan kell csinálni. Márciusban ölelt meg utoljára rendesen. Hogy el ne fújjon a szél. Tetszeni fog neked. Nála okosabb lányt nem ismertem. És a papának tetszett? Igen. Mindig bukott az okos lányokra. Aztán a fotografikus memóriája volt. Uh-huh. A kocsmában fogadott egy üveg pálinkában, hogy 10 perc alatt kívülről megtanulja, mit tudom én, Dél-Amerika történelmének első 20 oldalát. És sikerült neki. Rengeteg pénzt megspóroltunk így. És mit keres itt? Ide hozta a szerelem. Émi, megbalandulok! Monika, gyere vissza! Mama, nem tudnád békén hagyni? Miért pimaszkodik velem folyton? Eva! Szia, Valaszta! Kerüljetek beljebb! Gyertek! Igazán szólhattál volna, hogy ide tolod a képed. Spontán felkerekedtünk. Hát igen, szörnyű csapás, igaz? Derültékből villámcsapás. Lányok, játszatok máshol, hogy a nénik le tudjanak ülni. Az enyém bírja magát egyelőre, hál' Istennek. És most hol van? Dolgozik. Egy üres gyártelepet őriz. Bezárták. Ő vigyáz, hogy a népek ne hordják szét. Ezt tedd el. Kérem, hagyják azt az autót! Hogyan? Itt nincs miért aggódni. Minden be van kamerázva, nem lesz semmi baj. Legalább lesz róla egy felvételünk emlékbe. Zuzka, menj le, vigyázz az autóra, hogy ne idegeskedjenek. Na, lódulj, szaporán! Rosszabb, mint egy lajhár.
A mai fiatalok mindent aranytálcán szeretnének megkapni, de én azt mondom, segbe kell rugni, ki kell penderíteni őket. Lássák el magukat, nem? Mi az? Legalább bú vagy bá, ha bejössz valahová, nem? Kiféle, miféle? Osztálytárs. És ott hagyod őket egyedül? Hát, tanulnak. Tanulnak? Aha, persze. Leginkább biológiát, mi? Aztán itt fognak rohangálni a porontyok. Mama. Ahogy mondom, nézd meg Evicskát vén fejjel, még mindig nem nagymama, ugye? Vagy igen? Nem. Na, ugye? Te viszont így húsvétra nagymama leszel, ha? Na most akkor mit csinálsz? Mégis mit kéne csinálnom? Semmit. Ne csinálj semmit. Legalább nem leszel itt egyedül. Jól mondom, Pavli? Persze. Részmunkaidőben dolgozik, részmunkaidős. Ja. Ha zárolva van a számlád, minek is melóznál rendesen, nem de? Minek is melóznál rendesen? Párszor én is megpróbáltam nem dolgozni, de anyagi okokból mindig vissza kellett mennem. Ma is szép napunk lesz, ugye, Nagyi? Az biztos. Most fél órára bezárkozik a slóziba duzzogni. Értitek ezt? Az egyetlen gyermekem. És ezt választotta. Egy mérnököt, aztán 9-en lakunk, 3 szobában. Na de, legalább Janának megy a bolt, ugye? Az e-shop. Ruhát árul. Saját maga varja, ugye? Meg kiegészítőket. Meg saját kiegészítőket, nem kínai kacatot. Azt értékelik. Mutass valamit. Nem. De, mutass valamit. De ma bent van a szobában. Hát ez az. Eredj! Na! Mi van? Gyönyörű holmik, majd meglátjátok. És nem is drágák, ha belegondoltok, hogy minden darab eredeti. Ugye, Evi? Te mindig imádtál divatozni. Igen, valóban igaz. Ez egy speciális technika. Fogja csak meg. Igen, azt hiszem, ez a maga színe. Teljesen. Igazán szép. Evi, ez még neked? Nem, ugyan. Hová gondolsz, meg sem érdemlem. Dehogy nem. Egy összegben kifizettél mindent, amit megspóroltál. Úgy szólván ingyen volt. Saját gyártás, nem kínai vacak. Minden darab eredeti. Integes, még néznek. Melyiket? Amit neked szokott játszani. Tereza, édes kis Tereza, csak neked üzen szép dalom. Többé nem tagadom, hogy szívem zakatol. Ha kell, megfogadom, másra írá sem nézek. Tereza, csak te vagy Tereza, aki te bolond úgy szeret. Vihardul ideben, de büszkén viselem, a kósza széllel száldalom. Úgy fáj, egy nap rájössz majd, drágám,
Miért szenved úgy ez a szív? Meglásd, lecsap rád is, mint a villám. Nem lesz kegyelem a szerelem. Kínos édesem, Tereza, édes kis Tereza. Esengő dalom feléd száll. Szívedet kérlelem, szemedet kémlelem. Tudod, hogy miről álmodom? Tarararararam, tarararararam. Tényleg, hogy beszéltétek meg apuval, hogy mással is fogtok kavarni? Magától így alakult. Nem szeretem a hazugságot. S ha már többnyire megcsaljuk egymást, miért ne legyünk őszinték? Én erre képtelen lennék. Szerencsére nincs ilyen problémád Petre, hm? Hát, épp ez az. Csak nem sajnálod. Dehogy is. De ha lenne valaki, talán könnyebben döntenék. Miről beszélsz? Tudod, mindig úgy éreztem, hogy apu jobban szeret téged, mint te őt. Gondolod? Nem tudom, lehet-e méricskélni a szerelmet. Vagy van, vagy nincs. Azért ez szerintem nem ilyen egyszerű. Ellenkezőleg. Pont, hogy ilyen egyszerű. És ha én nem lettem volna, szerinted másként alakul a viszonyatok? Ki tudja? Talán. Tereszka, tudom, hogy éppenséggel nem voltam tökéletes anya. De mindig azon voltam, hogy jó legyen neked. És jó is volt. Nagyjából. Tegnap óta próbál elérni. Vegyem fel én? Ne. Nyilván tudni akarja, hogy jól vagy-e. Igen. Meg hogy rákérdeztem-e az eredményekre. Elkészültek már? Valószínűleg. Nem vagy kíváncsi a leleteidre? Még nem. Köszönöm szépen. Elnézést.
Zelenková asszonyt keressük, ha ugyan itt lakik még. Én vagyok Zelenková. Az anyósomat keresik. Hé, Tomás! Van itt két nő, az anyádat keresik. Tomás! Na, eredj! Jó napot! Ez Elenka. Králova. Tomás? Igen. Ismerősek erre? Nem. Ah. Szóval elmennek az utca végéig, ott jobbra fordulnak. Figyelnek egyáltalán? Igen. Aztán a lámpánál jobbra fordulnak, mennek 200 métert, aztán balra. Na, és ott már látni fogják. Mit fogunk látni? Na mit? A nyugdíjas otthont. Aha. Még valami? Nem, köszönjük. Nagyon kedvesek. Viszontlátásra. Rád igazán nem számítottam ide. Hogy vagy? Remekül. Van közönségem, olyan, mint a Rudolfinumban. Remek. Tomás fiam is a felesége intézte. Jó napot. Ő a lányom. Tereza vagyok. Örvendek. Én is. Hana. Kemu? Terezka beteg volt, de már gyógyul. Ennél sosem lehet tudni. Az orvosok azt mondták, meggyógyult. Mi mást mondanának? Árnost is fűtfát ígért a betegeknek, akkor is, ha tudta, hogy nem telt értük semmit. Tényleg, hogy van Árnost? Nem is hallottad? Itt hagyott minket. Nem mond. Jó pár éve már. Lelépett egy ápolónővel. Egy pipivel. Na és Ludwig? Ő hogy van? Őt nem hoztátok el? Meghalt. Nem olyan régen. Egy szempillantás alatt. Zelenková asszony, hányszor mondjam, ha dohányozni akar, menjen ki a kertbe. Vendégem van, egy cigi miatt nem vonszolom ki a kertbe. Engem ez cseppet sem érdekel, tessék betartani a szabályokat. Fasiszta. Itt még rágyújtani sem lehet. Az olyanok, mint maga régen legfeljebb kávét hozhattak nekem. Tessék. Köszönöm, kedves. De hát ez hideg. Na jó,
miben lehetek a segítségetekre? Nem mondd, hogy csak udvariassági látogatás. Valójában Tereza miatt jöttünk. Ludwig egyik zakójában találtunk egy gyerekrajzot. Arra gondoltunk, hogy a fia rajzolhatta. A fia? Uh-huh. És ehhez mi közöm? Tomásnak hívják. Azt gondoljátok, hogy az én Tomás fiam? Hogy Ludwig az apja? Istenem, ha ezt Ludwig megérhette volna, biztos örült volna neki. A megállapodásotok bosszantotta Ludwigot. Párszor elmentünk együtt szórakozni, nem akart előtted hülyének látszani. Én sem akartam, hogy a férjem megszeppent nyuszikának tartson. Dumáltunk, ittunk kicsit, de soha nem volt köztünk semmi. Szóval van egy fia, jól bosszút állt. És most a lányotok miatt végigjárod a potenciális anyákat. Magamtól nem jöttem volna el. Na persze, ezt mesélt valaki másnak. Ludwignak fia van, jól bepöccenhettél. Egy frác pöccentem be? Mit izgat engem, hogy van-e egy fia? Jól van, jól van. De akkor miért nálam keresitek a fattyút? Menjetek el Jindzsihez baszokba. Ki az a Jindzsi? Ludwig haverja volt, fiatal korukban. Ha valahol van egy testvére, Jindzsi biztos tudni fogja, hol. Undorító, rossz indulatú ember. Jó szórakozás lehetett vele. 8:30 odaérhetünk, ha beletaposok a gázba, akár 8-ra is. Ne bolondozz, nem törhetünk rá csak úgy. A többiekhez se jelentkeztünk be. Hát jól van, de nem lóverseny ez. Különben is pihenned kell. Alszunk egy jót, és holnap tiszta fejjel megbeszéljük. Már úgy beszélsz, mint Petr. Aha, már hív is. Nem ő az. Ha nem? A doki. A vizsgálat. Vedd fel. Halló? Igen. Igen. Egészségedre. Ihatatlan. Mindegy. Erre akkor is innunk kell. Jézus ereje! Annyira szeretem, amikor nevetsz, tudod? Jézusom, még mindig bámul. Na és, hadd bámuljon. Jaj, ne! Miért? Nem a zsánered? Már megbocsáss. De annyira azért még nem vagyok részeg. Ehhez egy demizsonnal kellene lehajtanom. Anyu, mondd csak, hány pasival volt dolgod? Soha nem számoltam. Úgy körülbelül. Annyira sok azért nem volt. Az utóbbi 20 évben meg csak egy. Jé, na hát, én meg azt hittem, nem voltam olyan zavolátlan, mint gondolnád.
Nekem 3 volt. Nem sok mi? Vagy nem? Ne utáskodj. Ha jók voltak, akkor az nem kevés. Na, mi lesz, hajtsd már fel! Úgy szopogatod, mint apád. De lassan kell. Ne nyalogasd! Kegyelmet kaptál. Ezt meg kell ünnepelnünk. Ajaj, jön az erősítés. Na, hölgyeim, még valamit? Egy sokkoló. Várj, jobb ötletem van. Mondjuk te a majmokkal! Te milyen vagy? Te is! Olyan jó élni! Ez így igaz, de most már kus legyen! Gyere, menjünk! Majmok! Kérde lenni, ha Pet látná. Így önként engem is idegesít. De olyan rendesen ápolt téged. Nem mondhatod, hogy rossz ember. Nem, biztosan nem az. De tudod, mikor kezdtem el gyógyulni? Mikor kezdtek javulni a leleteim? Amikor elhatároztam, hogy ha meggyógyulok, akkor elhagyom. Hülyeségeket beszélek? Hát dehogy is. Azért indultunk útnak, hogy végig gondoljunk ezt-azt. Nem, nem. Hanem azért, hogy megtaláljuk Tomást. Vagy talán nem. Tudtam, hogy egyikük sem lehet. Tessék. Akkor mit keresünk itt? Tulajdonképpen apád ötlete volt. Többször megfogadtuk, hogy kocsiba ülünk és végiglátogatjuk az ismerősöket. Mindig, amikor el akartam indulni, visszakozott, mondván, hogy úgy akar emlékezni rájuk, amilyenek voltak. Félt, hogy megváltoztak. Mondtam, hogy az emberek öregszenek, de nem változnak. De láthattad, neki volt igaza. Szóval én csak sofőrnek kellettem neked? Dehogy is. Azt akartam, hogy szellőztesd ki a fejedet. Mindazok után. Azt reméltem, néhány látogatás után leteszel Tomásról, és aztán szépen hazamegyünk. Hát ebben tévedtél. Nem tettem le semmiről. Most elmegyünk Baszovba Indrához, és a végére járunk, hogyan is volt. Hé, megőrültél? Apád sosem engedte, hogy vezessem a Volgáját. Látod, megyek neked? Nyavaját!
vezet, nem? Ugyan, ez velem is megtörténhetett volna. Nem, veled nem. Apád nem akarta, hogy vezessem, és az autó emlékszik rá. Fütyülnünk kellett volna Hindrára, és haza kellett volna mennünk. Úgyis marhaság. Megnézem. Értesz hozzá? Lehet, hogy valami semmiség. Lett volna jobb ötleted? Nagyon szépen köszönöm. Most újra megmenthet. Már hallom is, ahogy mondja. Nem megmondtam, hogy szétesik? Nem megmondtam, hogy szétesik? Megmondtam. Megmondtam. Szerencsére nincs messze a szerviz. Ott majd megjavítják. De ez mind semmiség. Fő, hogy ami fontos, jól végződött. Minden mást megoldunk. Útközben elvihetnél minket Baszovba. Van ott egy kis elintézni valónk. Nem gond. Várjunk. Azt hittem egyenesen hazaviszel. Nem sietünk. Ha Tereszka akarja, mehetünk. Nagyszerű! Barátainkat. Gondoltuk, benézünk ide is. Ne haragudj, hogy nem mentünk el a temetésre. De Indra egyre rosszabbul van. Hogy? Majd meglátod. Indra! Nézd csak, kit hoztam neked. Evát, Ludwig feleségét és a lányát. Hm? Jó napot! Rá nem is emlékezhetsz. Rád se emlékszik már, Eva. Szinte semmire sem emlékszik. A fiatal korára sem? Nem, az sem tudja, hogy mi újság van. Rettenetes. De vannak tiszta pillanatai. Néha, mintha felébredne, olyankor megint a régi Indra. Aztán megint sötétség. Itt maradtok ebédre? Sült krumplit fogok csinálni. Egy regimentre főzünk? Dehogy. Csak Indzsinek. Ez a kedvenc kajája. Holnap már nem fog emlékezni, hogy ma ezt tette. Ugyanúgy fog ízleni neki. Úgyhogy bőven sütök tartalékba. Hadd segítsek. Indzsi! Emlékszik erre az emberre? Őre. Ő Ludwig. Jó barátok voltak. Együtt jártak a lányok után. A legrosszabb az, hogy engem sem ismer meg. Etetem, itatom, néha átpelenkázom, de a nevemet sem tudja. Pedig kis híján 50 éve vagyunk együtt. Ezzel együtt nem tudom elképzelni,
hogy egyszer majd nem lesz. Elfolyt a hűtővíz. Megjavítják, de csak holnapra. Köszi. Jó napot. Jó napot. Nem észlel. Aha. Beszélni akartál velem az út után? Viharfelhők a láthatáron. Petr. Hm? Külön kellene mennünk. Ezt hogy érted? Váljunk el. Ezt komolyan gondolod? Igen. Nem. Mi az, hogy nem? Épp elég válást láttam ahhoz, hogy tudjam, a miénknek nem volna racionális oka. Elmúlt a szerelem. Ti nők hajlamosak vagytok rá, hogy túlértékeljétek a házasság romantikus aspektusát. Te hallod, miket beszélsz? Én nem valamelyik bírósági ügyed vagyok. Hozzám akartál jönni, nem? Hűséget fogadtunk egymásnak ott a várkertben. Jóban, rosszban, egészségben, betegségben, és abból kijutott. Tudom. És most egész életemben legyek hálás. Egy csepp hála nem ártana meg, nem volt egyszerű hitel. Elhiszem, nekem sem volt egyszerű. Mennyi esélyem volt? De végül meggyógyultál. Igen, de ez nem jelenti azt, hogy nem jön vissza. Nem jön vissza. De ha mégis, megbirkózzunk vele. Együtt. Én már nem akarok így élni. Hogy így? Ilyen óvatosan. Gúzsba kötve. Megtervezve. Mindent racionálisan megindokolva, érted? Miért nem mondtad egy szóval sem? Nem tudom. Hogy lehet ilyesmit megmondani? Nem érezted? Borzasztó hálás vagyok, amiért ápoltál, nem hagytál magamra. De tudod, hogy mi jut mindig eszembe, ha rád nézek? Nem tudom. Az infúzió. A szemrehányó arckifejezésed, hogy nem igyekszem eléggé meggyógyulni. Soha semmit nem álltam a szemedre, azt akartam, hogy meggyógyulj. És most, hogy túl vagyunk rajta. Tényleg nem értelek. Nem kérsz egy kis vizet? Tudod, én mit láttam magam előtt? Egy nőt, aki a szemem láttára sorvad, és akinek, ha megfeszülök, se tudok segíteni. Láttam, hogy rosszul vagy. Hogy halálosan fáradt vagy. Nem mertem hozzád érni, nehogy fájdalmat okozzak. Azt hiszed, nekem ez olyan jó volt? Figyelni, nincs-e szükséged valamire? Gyógyszereket hozni, főzni, vasalni, fürdővizet készíteni? Szerinted nekem volt időm elnyúlni a fürdőkádban és azon spekulálni, hogy szeretjük-e még egymást? Nem, helyt kellett állnom. És akartam is, mert szükséged volt rá. Ez így természetes, így tisztességes. Na látod, Petr. Mit kell látnom? Hogy te is megkönnyebbülsz, ha nyugtod lesz tőlem. Ne kínozzuk tovább egymást. Adjuk vissza egymás szabadságát, mert azt akarom, hogy boldog légy. Csak hogy ez nem szabadság, hanem... gyáva menekülés. Illemből maradjunk együtt. A rohadt életben én nem illemből vagyok együtt veled. Talán szerelemből? Szerelem? Mit jelent az, hogy szerelem? Mindenkinek más fogalma van róla. Szerinted ez valami érzés? Nem, a szerelem döntés is. A szerelem munka. Jól van. És mondd, szeretsz? Mit műveltek itt? Hé! Eleget henyéltetek! Mit bámultok? A ládákat, egy-kettő! Gyere, gyere! Gyerünk, mozgás! Miféle rész munkaidősök ezek? Mit bámulsz? Hozz egy ládát, aztán gyerünk! Egy-kettő! Mondtam, hogy vannak tiszta pillanatai! Rendesen csináld! A szárával fölfelé, a csumával lefelé! Mit mondtam? Szárral fölfelé, csumával lefelé. Meddig tartanak ezek a tiszta pillanatok? Aztán gyerünk a következő fához. Megértetted? Igen. Ingyi,
Ludvíkkal is így szedte az almát? Még szép. Ha nem menekültek fel a fára, a lányokat is felszedtük. Fiatalok voltatok, és ostobák. Bemutassam, hogy nem is volt olyan régen. Ludvíknak állítólag a nagy szedegetésben lett egy fia is. Tomásra gondolsz? Igen, igen. Állítólag így hívják. Te ismered? Hát, csak hallomásból. Vagy úgy, én se láttam. De Ludvík levelezett vele, titokban, hogy a felesége meg ne tudja. Dugdosta előle a leveleket. Ne mondja. De. Az asszony úgy csinált, mint akit nem érdekel semmi, de ha megneszelte volna, befűtötte volna a poklot Ludvíknak. Marhaság. Ha ismernéd, nem mondanád. Először azt mondta, Ludvík azt csinál, amit akar. Aztán a naptárát is ellenőrizte. Ez nem igaz. Sose tettem volna ilyet. Nem is rólad beszélek. Az a nő valóságos karbaj volt. És tudja, hová rejtette a leveleket? Még jó, hogy. Hiszen a legjobb barátom. Ki másra bízta volna őket? Lehet, hogy diszgráfiás volt. Vagy átszoktatott balkezes, mint az öcsém. Nem olyan rémes. Te el tudnád olvasni? Ha nagyon igyekeznék. Megkérhetlek rá? Na, mutasd. Ez itt P, ez meg L. Ez meg T? Uh-huh. Anyu, Pet segít elolvasni. Papa, ma az iskolában első lettem. Anyu! Nagy csapás ez neki. Még meg kell emésztenie. Ezt jól megcsináltad. Olvasd tovább. Drága papa, ma az iskolában első lettem 50 méteres futásban. És jó lett a matek dogám. Mama azt mondta, nem kéne hencegnem bele, hogy ennek természetesnek kell lennie. De azért én megírom, papa, hogy tudjad. Folytasd! Ennyi volt. Meg az aláírás, Tomás. Aha. Egy másikat? Mondjuk ezt? Aha. Szia, papa! Tudom, hogy csúnyán írok. Ezért elkezdtem tanulni írógépen írni. Hogy könnyebben olvashast. Remélem, hogy olyan jól fogok tudni, mint te, amikor még írtál. Tomás. Na látod, meg is tanult. Ezeket már géppel írta. De furcsa, apu sosem használt írógépet. Ha kellett valami, anyu pötyögte le neki.
Tudtál a fiúról, ugye? Miért nem mondtad meg rögtön? Hogyan? Hogy mondtam volna meg? Szentként imádtad apádat. Mióta tudsz róla? Kezdettől fogva. Hamarabb tudtam róla, mint apád. Már terhes voltam veled. Próba után ott vártam apádra a klubban. Egyszer csak beállított egy lány. Ő is apádat kereste. Az 5. hónapban járhatott. Fogalma sem volt, hogy én ki vagyok, hogy ő a férje. Ott üldögéltünk hát, mindketten nagy hassal, és vártunk. És amikor apu megjött? Nem jött meg. Valamiért elhúzódott a felvétel a stúdióban. A lány egy ideig várt, aztán csak üzenetet hagyott neki. Velem üzent. Érted? Pont velem. A feleségével. Egy cédulát hagyott ott egy borítékban. Megkért, hogy adjam át neki. De te nem adtad át. Szerinted mit kellett volna tennem? Ilyenkor az ember... Nem is tudom, ösztönösen cselekszik. Akár el is vehette volna tőlünk az apádat. Ezt nem hagyhattam. Magunkat védtem. Majd megtudod, ha lesz saját gyereked. Viszont válaszoltam neki. Te? Az ő nevében. Hogy? Apu helyett? A régi írógépünkön. Mit írtál neki? Hát, amit szerettem volna, ha apád válaszol neki. Hogy örül, és reméli, mindketten jól lesznek. De nem lehet velük, mert már van családja. Felesége és gyereket várnak. De hogy fog írni, és pénzt is küld neki. És ezt éveken át meg is tettem. Gyerektartást fizettél? Névnapra képeslapot küldtem, karácsonyra és születésnapra ajándékot. Nem akartam, hogy szegény gyerek úgy érezze az apja tojikra. Sosem akart találkozni apuval? Nem. Anyu, kérlek, ne hazudj többet. Akart. Egyszer jött tőle egy levél. Már nagyobb bacska volt. A krikszkrakszjait egy táblázat segítségével fejtettem meg. Írta, hogy az anyja vonatra ülteti, és valami nagybácsi vagy ki elhozza, hogy találkozhasson a papával. Apu mit szólt hozzá? Ezt már el kellett mondanod neki. Nem mondtam el. Ha nem, mit csináltál? A színházban volt egy díszletmunkás, bolondult értem. Azt mondta, bármit megtenne a kedvemért. Még bajuszt is növesztett, mint apád. Hát, ha úgy jobban tetszik majd. Hát kölcsön adtam neki apád zakóját, a trombitája tokját. Ő pedig elvitte a srácot ebédelni, fagyizni, múzeumba. Szerzett neki egy jó napot. Egy vadidegen ember. Tereza, tudom, hogy ez nem volt szép tőlem. De már nem lehetett leállni. Meg kellett oldanom. Csak hogy a gyerek rajzolt neki emlékbe egy istenverte képet. Az a hülye díszletmunkás meg ott velejtette a zakó bélésében. Apád természetesen megtalálta, elkezdett faggatni, nyomozni. Akár csak te. Ráütöttél. Bevallotta.
Anyám, apád egy évig szóba sem állt velem. Aztán megbocsájtott. Reméltem, hogy ezzel lezárul. Vége. Nem sejtettem, hogy elkezdett vele levelezni. Nem csak leveleztek. Találkoztak is. Mikor? Például nyáron. A szünidőben. Emlékszel a koncert sorozataira? Olyankor vele volt. Azt hittem, a nő ügyeit fedezi ezzel. Menjünk, anyu. Fejezzük be ezt az utat. Lehet, hogy még ugyanaz a címe. És odaadjuk neki. Mit? A papa Volgáját. Azzal jártak pecázni, sátorozni. Benne van a levelekben. Meg kell tudnia, hogy meghalt az apja. Tedd, amit jónak látsz. Az én gyötrelmemnek már vége. Jó, hogy túl vagyok rajta. Anyu, most már senki nem veheti el tőlünk kaput. Itt van. Most már rendben lesz. Köszönöm. Nagyon rendes vagy. Még szép vagy. De még nem válaszoltam. Igen, szeretlek. Kitartás. Vezess óvatosan. Nehogy megint lerobbanjunk. A filmet rendezte Jiří Vejdelek. A forgatókönyvet írta Ivakán Jezsdzsabová és Jiří Vejdelek. Fényképezte Vladimír Smutný.